pedagógus portfólió kérdőjelekkel. Három éven belül az év kórháza lehet a Gyöngyösi Kórház. Szélsőjobbos jelenségekről tartottak előadást. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Április végéig kell feltölteniük elektronikus portfóliójukat azoknak a pedagógusoknak, akik szeretnének magasabb fizetéssel járó pedagógus 2 kategóriába kerülni. Jelenleg a szakvizsgával és legalább 8 évi szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógusok készíthetik el portfóliójukat, később azonban minden tanárnak meg kell csinálnia. 2018-ig minden pedagógusnak el kell készíteni elektronikus portfólióját, vagyis meg kell felelni a szakmai felkészültséget mérő minősítési rendszernek. Az érintettek szerint erre szükség is van, a jelenlegi rendszert azonban több pontban is kifogásolják. A szakszervezet azzal a részével nem ért egyet, hogy azok a kollégák, akik már bizonyítottak, szakvizsgával rendelkeznek, 14 éve dolgoznak a szakmájukban, vagy akár nincs szakvizsgájuk, de 30 éve dolgoznak a szakmájukban, és lényegében letettek valamit az asztalra, hogy őket minősítési eljárás alá vonják. A rendszer engedélyezi a portfólió feltöltését azoknak a szakembereknek is, akik szakvizsgával nem rendelkeznek, de legalább 30 éve a pályán vannak. Ennek azonban jóval több dokumentumot kell tartalmaznia. Ugye a portfólióban jó pontot ér az, hogyha az ember feltölti a munkájának a dokumentumait, szakdolgozatok, képeket a munkájáról, ilyesmi, és ugye aki 30 éve dolgozik, bizony nekik ezek az anyagok sokszor nem rendelkeznek digitális formában. Már elkészítette portfólióját Cinder Péter, a Berze gimnázium igazgatója. Szerinte nem minden területet mér megfelelően a rendszer, megcsinálni azonban nem nehéz. A szakmai rész nem nehéz. Se feltölteni nem nehéz, mert a felület maga kifejezetten felhasználóbarát. Működik is. Egyszer sem omlott össze, miközben én ezzel dolgoztam. Itt az a nehéz, hogy az embernek a napi munkája mellett, esetemben 25 más embernél, mondjuk 50 órát erre kell tölteni, erre kell fordítani, és nem vagyok igazából meggyőződve arról, hogy itt ezáltal, hogy ezt valaki megteszi, kiválóbb, rutinosabb tanárrá válik. A gimnázium igazgatója szerint a rendszer az emberi kvalitást nem méri megfelelően. Egy olyan ember, aki bizonyítottan mindenki által ismert módon évről évre publikációk tömkelegét jeleníti meg, de ebben az elektronikus világban elveszett. Ebben a világban ilyen kompetenciákat nem okvetlenül akar összegyűjteni most már, mert 50 fölött jár, mert ő neki már kialakult az egyéni stílusa. Na, ebben ennek a fajta tanárnak én úgy gondolom, hogy valahol van hely a nap alatt. Azoknak a pedagógusoknak, akik még idén minősülni szeretnének, április 30-áig kell feltölteni portfóliójukat. Három éven belül elnyerheti az év kórháza címet a Bogát Pál Kórház, mondta a keddesti fórumban Weisz Péter, a Gyöngyösi Intézmény főigazgatója. A vezető szerint az új épület szárny biztosítja a kórház jövőjét, és fejlődő pályára állítja az intézményt. Tavaly novemberben írták alá a szerződést, március közepén pedig már szerkezetkész a Bogát Pál Kórház új épületének első két szintje. Foglalta össze az elmúlt hónapok történéseit Weisz Péter, a kórház főigazgatója. A kórházvezető szerint a szabálytalansági eljárással sok időt veszítettek, de karácsonyra elkészülhet a több mint másfél milliárdos beruházás, amely a kórház jövőjét is biztosítja. Nagyon nagy igény van Gyöngyös és környéke részül egy magas szintű ellátásra, és szerintem ezzel az épülettel meghatározóvá válik, hogy előre menekülünk és fejlődünk. Természetesen további elképzeléseink vannak, különböző területeket szeretnénk majd bővíteni. A főigazgató ezek között említette a szülészet bővítését és egy traumatológiai osztály létrehozását. Weisz Péter szerint a fejlesztéseknek köszönhetően az intézmény három éven belül elnyerheti az év kórháza címet. Horváth László megyei kormány megbízott szerint a megye valamennyi kórházának jövője biztosított, hiszen 60-ban és Parádfürdőn is hasonló beruházások indultak. Az EGRI kórház 5 milliárdos beruházása azonban, amelyre a támogatást a Gyöngyösihez hasonlóan 2010-ben nyerte el az intézmény, még mindig nem kezdődött meg. Horváth László azt mondta, több probléma is volt a tervekkel, azokat át kellett dolgozni, ezért csúszik a beruházás. Valóban nagyon szűk az idő, és el kell kezdeni a beruházást. Én azért úgy gondolom, hogy meg fog történni ez a beruházás. Tehát nekem az aggódók hangja az néha nem túl őszinte, mert az aggódás mögött, mintha
némi ellendrukkerség is lenne. A Gyöngyösi Kórház új épületének alapkövét egyébként jövő hét szerdán teszik le. Szlazsánszky Ferenc az ATV.hu főszerkesztője és a Hetek közéleti heti lap újságírója volt a Konzervatív Értékek Klubjának meghívott előadója a Gyöngyösi Művelődési Központban. A Kékes nevű rendezvényen a felszólaló a szélső jobboldali jelenségekről beszélt. Szerinte ugyanis 2014-ben Magyarországon ez komoly probléma. Vona Gábor reakciójában kampányeseménynek nevezte a rendezvényt, és a tényleges programpontok megvitatását hiányolta a politikai szereplők között. Szélső jobboldali jelenségek Magyarországon. Ez volt az esti rendezvény címe, amelyen több tucat érdeklődő jelent meg. Szlazsánszky Ferenc újságíró az előadás elsődleges céljaként a figyelemfelkeltést jelölte meg, a szélsőséges folyamatok egyre növekvő térnyerésére. Szerintem senki nem vitatja, hogy akár szélsőséges pártok is reális problémákra hívják fel az emberek a társadalom figyelmét, és valószínűleg ez a Jobbik esetében is így van, tehát azt nem vitatja senki, hogy azok között a problémák között, amelyekről ő beszél, vannak reális és húsba vágó problémák. Itt a párt által kínált válaszokkal, megoldásokkal van a probléma, illetve számomra azzal is probléma van, hogy ki képvisel egy adott problémát. Szlazsánszky Ferenc hozzátette, a Jobbik nem csak egy politikai párt, hanem egy mozgalom is egyben, melynek a társszervezetei komoly szélső jobboldali tevékenységeket folytatnak Magyarországon. Szerintem a szélsőséges jelenségekről tudnak az emberek, hát ismerik ezeket a vonulásokat, megfélemlítő külsejű csoportoknak a megnyilvánulásait. Vona Gábor a rendezvényen elhangzottakra reagálva azt mondta, mivel a konkurens pártok az utóbbi időben látják a Jobbik erősödését, ezért zúdítanak most ösztüzet a pártra. Hozzátette, ahogy eddig sem reagált a párt a plakátrongálásokra, úgy ezekre a megnyilvánulásokra sem fog. Én a Jobbik elnöke vagyok, és a Jobbiknak vagyok a miniszterelnök jelöltje. Az én dolgom az, hogy a Jobbik programjáért feleljek, hiszen az a program, amit mi megírtunk, ha kormányra kerülünk, ezt a programot szeretnénk végrehajtani. Ezt ajánljuk az embereknek. Úgyhogy én mindenféle ilyen összeesküvés elméletre, meg ilyen csúsztatásokra, meg sugalmazásokra nem kívánok reagálni, nekem ennél sokkal fontosabb dolgom az, hogy megpróbáljak minél több emberhez eljutni a programunkkal. Vona Gábor azt is elmondta, ő a programok ütköztetését és azok megvitatását hiányolja, bárkivel kész leülni, beszélgetni és megvédeni a programjukat. Bizonyos esetekben már a fotó elkészítése előtt engedélyt kell kérni az érintettektől, a március 15-én életbe lépett új polgári törvénykönyv szerint. A hozzájárulás kötelező még akkor is, ha nem akarjuk a jövőben a felvételt nyilvánosságra hozni. A kép- és hangfelvételekre vonatkozó új szabályok ugyanúgy vonatkoznak az újságírókra, profi fotósokra és az átlagemberekre is. Lábak és hátak. Az érintett felek engedélye nélkül bizonyos esetekben nem látszódhat ennél több egy emberről fotó vagy videó felvételen. A március 15-én életbe lépett új polgári jogi törvény szerint a fotósnak vagy az operatőrnek még a felvétel előtt engedélyt kell kérnie az alanytól. Kivételek természetesen ez esetben is vannak. A főszabály az, hogy minden esetben az érintett személytől, hogyha róla hang vagy képfelvétel készül, engedélyt kell kérni. Kettő fontos új esetet szabályoz a polgári törvénykönyv, amely esetekben nem szükség az engedélykérés, ez a tömegfelvétel és a nyilvános közéleti szereplés. Ezekben az esetekben mind a felvétel elkészítéséhez, mind annak felhasználásához nem szükséges az érintett személynek a hozzájárulása. A tömegrendezvény lehet sportesemény, koncert, felvonulás vagy kulturális esemény. Ilyen helyeken a résztvevőknek számítaniuk kell arra, hogy a helyszínen kép vagy hangfelvétel készül. Bizonyos szituációban azonban nem lehet kikerülni a felvétel előtt az engedélykérést. A YouTube-ra, a Facebook-ra felkerült képeknél, videóanyagoknál is ezeket a hozzájárulásokat be kell szerezni. Természetesen a hozzájárulás adott esetben, hogyha tudja az érintett személy, hogy róla felvétel készül, ráutaló magatartással is megvalósulhat. Ugye ez azt jelenti, hogy magával azzal, hogy a nem tiltakozott a jól látható felvétellel kapcsolatban, ő az elkészítéshez a hozzájárulást megadta. A szakember elmondta, a polgári törvénykönyv fényképekre, hang- és videófelvételekre vonatkozó szabályozásainak célja nem az újságírók és a fotósok munkájának megnehezítése, hanem a magánélet és a személyes adatok védelme.
A lengyel-magyar barátság hete jegyében lengyel újságírók és idegenforgalmi szakemberek vendégeskedtek a Mátrában. Látogatásuk célja, hogy a turisztikai kínálattal ismerkedjenek, és jó hírét vigyék a régiónak. Szegvély oktatáson a lengyel vendégek, akik a lengyel-magyar barátság hetén vesznek részt Egerben. Egy napot szenteltek a Mátra nevezetességeinek megismerésére, melybe belefért egy kis szegvély túra is. A lengyel újságírók, turisztikai szakemberek azért jöttek a Mátrába, hogy hazatérve hírét vigyék az itt látottaknak. Utazási irodám van Lengyelországban, sokszor voltam már Magyarországon, de főleg a fővárosban ezt a területet nem ismerem. Most az a célom, hogy megismerjem ezt a régiót is, Egert, Miskolcot, a Mátrát, hogy minél több vendéget hozhassak ide. Az emberek vendégszeretete, a természeti környezet nagyon szimpatikus számunkra, tette hozzá Jaroszláv. Úgy tűnik, egyre többen gondolják így, mert a kimutatások szerint az elmúlt évben jelentősen nőtt az itt töltött vendégészakák száma. A vendégészaka számokat tekintve nagyon jól zártunk itt Gyöngyös közigazgatási területén. Hogyha az adatokat elemezzük, akkor több mint 200 ezer vendégészakánk volt. Ebbe a teljes vendégészaka szám beletartozik, tehát ebbe beletartoznak azok is, akik mondjuk diákok vagy esetleg nyugdíjasok, akik mondjuk nem fizettek idegenforgalmi adót, de körülbelül a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégészaka szám az a KSH adatok alapján 125 ezerre tehető. A magánszálláshelyeken pedig közel 15 ezer éjszakát töltöttek a vendégek. Ez jelentős növekedés az előző évhez képest. A szálláshely bővítés, a wellness szállodák, a sástói kemping nyitása és a felújított magánszállások egyaránt hozzájárultak a sikerhez, és a kulturális programok is jelentős vonzerőt jelentenek. Az idén szeretnék tovább növelni az ideérkezők számát, ennek egyik eleme lehet egy 3D-s, három nyelven kiadott városnéző térkép. Egy új fejlesztésünk szintén egy gyerektérkép, amely egy ilyen játékos jelleggel mutatja be a Mátrát. Ez egy rajzos térképnek tekinthető. Az az érdekessége van, hogy ennek a hátoldalán mondjuk 11 darab mese található, ezek rövid mesék, és olyan kérdések csatlakoznak a mesékhez, amire nem lehet megtalálni az interneten a választ, tehát el kell látogatni arra a helyszínre. Ezzel szeretnénk a kisgyermekes családokat valamilyen szinten megfogni és itt tartani a Mátrában. Az itt lévő attrakciók, a felújított sástó, a mátrai vendégszeretet, a gasztronómia és a borkóstolók újabb piacokat nyithatnak a szakember szerint. Egerben rendezték meg az úszonyos úszók világkupa fordulóját. A junior kategóriában a gyöngyösiek közül többen már a válogatott keret szinten belül teljesítettek. Minden versenyző, most itt a klasszisokról beszélek, vagy egyénileg jobbakat úsztak, vagy világbajnoki kiküldetési szintidőt, Kardos Laura országos csúcsot úszott, tehát azért 200 méteren, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy nem készültünk rá, de az tény, hogy egy nagyon komoly alapozás van mögöttünk. Nyerges Petra idén is szeretne bekerülni a szűk válogatott keretbe. Bekerültél a válogatottba, de azért még lesz mind dolgozni. Igen, még lesz szintet, mindenképp szeretnék úszni, de az igen, igazából válogatottság, ez már megvan, már csak a szint hiányzik. Szabó Benjamin a gyöngyösiek közül az egyik legjobb formát mutatta az egri világkupa versenyen. Elég jól sikerült, 3 darab ezüstéren már gazdagodtam, és 200 méteren sikerült szintet úsztam a világbajnokságra. Ez azt jelenti, hogy most már hátradőrhetsz a karosszékbe ezen a számon? Igen, hát mondhatjuk. Természetesen a gyöngyösiek nem lennének ilyen jók, ha a karosszékben ücsörögve várnák a versenyeket. Kardos Laura például országos csúcsot úszva térhetett haza Egerből. Péntektől bruttó 2 forinttal csökkenti a MOL a benzin és 4 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi lista árát. Az olajtársaság a benzint bruttó 388, a gázolajat pedig bruttó 399 forintért adja majd literenként a kiskereskedőknek. 13 befejezett ügyben közel 3 milliárd forint be nem fizetett közterhet tártak fel az adóhatóság szakemberei a kereskedelmi láncok árubeszerzései kapcsán indított vizsgálatokban. Az ellenőrök több olyan akciót is végrehajtottak, ahol végigkísérték egy-egy áru útját. A megállapítások szerint az áfacsalásokat legtöbbször nem romló és ömlesztett árukkal követik el.
A feltárt áfaügyekben rendszerint hús, kávé, édesség, cukor, zöldség, gyümölcs, étolaj vagy liszt visszás kereskedelmére derült fény. Most pedig nézzük, hogy hogyan is álltak ma délután 5 órakor a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A Magyar Telekom 310, a MOL 12485, az OTP 4009, a Richter 3710, a TVK pedig 3885 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 5 órakor 17010 ponton állt, ami addig 48 pontos emelkedést jelez. Végül pedig nézzük, hogy miről is volt szó mai híradónkban. Pedagógus portfólió kérdőjelekkel. 3 éven belül az évkórháza lehet a Gyöngyösi Kórház. Szélsőjobbos jelenségekről tartottak előadást. További szép estét kívánok, viszontlátásra!